Üdvözlöm a Karca Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a Karcak Televízió nézőit. Rendkívül sok esemény, program történt az elmúlt időszakban, és rengeteg sok fejlesztés, beruházás került átadásra. Elég, ha csak a nemrégiben átadott kukoricamalomra, vagy az M4-es új útszakasztra gondolunk. Hogyan értékeli mindezeket? A magyar gazdaság látványosan halad előre. A számokban is azt mutatják, hiszen az első negyedéves GDP Európa rekorder, hiszen az Európai Unióban Magyarország fejlődött, a magyar gazdaság fejlődött a leggyorsabban 5,2%-kal. És ez a fejlődés meglátszik az ország fejlődésében is, hiszen az az M4-es útszakasz, amire már nagyon várunk, már Szolnok határában van. Tehát négysávosítják Budapesttől Szolnok irányába, jövőre elkezdődik a Szolnok elkerülő szakasz, már fegyvernekig fog tartani a négysávos rész, és már láttam azt a tervet, ami kivaradva a kormánynak, hogy meg kell tervezni a Karcag, Kisújszállás, Püspökladány, Berettyó, Újfalú 4-es fejlesztési szakasz is, és nagyon fontos a térség életébe. De fejlődik az út, de fejlődnek a többi részek is, hiszen két évtizede, vagy talán több, hogy bezárt a karcagi malomipar. Nagy hírű malomipara volt Karcagnak, és egy új szegmens, egy vadonatúj, Közép-Európa legmodernebb malomipari létesítménye, egy kukoricaörlő malom létesült a régi ristántoló helyén. Ez azért nagyon fontos, mert Közép-Európa legmodernebb kukoricaörlő malma, és most a világban, amikor egyre több a gluténérzékeny, egyre több olyan ember van, aki a reformétkezést részesíti előnybe. Ez a kukorica malomban készült lisztek, búzadar vagy kukoricadarák ellátják nem csak Magyarországot, hanem a környező országokat is. Én láttam már a csomagolt termékeket, karcagi kukoricaliszt, karcagi búzadara csomagolással, és ezt Erdélyben, Romániában, a Felvidéken, egész Magyarországon árusítani fogják, és én azt gondolom, hogyha eljutunk odáig, hogy azt az étkezési minőségi kukoricát meg fogják termelni a karcagi gazdák, akkor azt a jó minőségi kukoricát innen a környékről fogják megvásárolni. Az a lényeg, hogy jó minőségű étkezési kukorica kerüljön ebbe a malomba. Több mint 2 milliárd forintos beruházás, modern eszközök, modern gépek, modern labor. Én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, hogy a karcagi, a magyar élelmiszeripar újból ugyanolyan magasságokba emelkedjen, mint ami hosszú évtizedekig volt. Átadásra került a Zöldfa úti óvoda és a Kátai Gábor kórháznak a felújított része is. Ez is egy hatalmas dolog a város életében. Így van, a Zöldfa úti óvoda egy lépcsőfok, hiszen nagyon sok óvoda újult meg, minden óvoda meg van már újulva itt Karcagon, a Szimovoda, a Kuthen úti óvoda, a Táncsics körúti óvoda, most a Zöldfa úti óvoda. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy város életében az, hogyha oda tud figyelni azokra a kisgyermekekre, akik a jövő generációját fogják képviselni itt Karcagon, hiszen minden családnak a legfontosabb és a legnagyobb kincs a gyermek. Most van egy nyertes pályázat az önkormányzatnak, hogy a főtéren lévő Varó úti bölcsöde, az is meg fog újulni. 3 paviló részből áll ez a bölcsöde, eddig 2 paviló rész működik, de akkor igény van a bölcsödei férőhelyekre, hogy fel lesz újítva a 3. pavilon is, és az is be lesz üzemelve. Ez a pályázat már jó úton halad. Én azt gondolom, hogy a karcagi önkormányzat úgy gondolkodik, hogy nem csak a mának, hanem a jövőnek is, és a bölcsöde és óvodás gyerekek pedig a jövő generációja. Nem csak városunkban, hanem a térségben is számos fejlődés, fejlesztés történt, például a Kiskörei Tiszai híd átadása, vagy ugye Tiszafüreden tették le szeptember közepén az új főtér alapkövét, amely mintegy 1 milliárd forintos beruházás a település számára. Így van, a Kiskörei híd az egy elég érdekes közlekedés történeti kuriózum, hiszen együtt van rajta a vasúti és személyforgalom, tehát amikor a vasúti forgalom megy, akkor lezárják, utána nyitják meg a személyforgalomnak. Ez egy nagyon ritka dolog.
de a tavaly előtt elért már addig ez a híd, hogy azon gondolkozott a MÁV, aki a fenntartója ennek a hídnak, hogy le fogja zárni, hiszen olyan műszaki állapotban volt, a szerkezete meggyengült, a híd előregedett, le kellett zárni. És akkor Fazekas Sándor miniszter úr vette kezébe ezt a dolgot, hogy nem szabad, hiszen a térség szempontjából, a Tiszató szempontjából a déli rész forgalmának ez egy nagyon fontos, és egy 1,5 milliárd forintos beruházással meg lett erősítve a szerkezet, azok a gyenge pontok, gyenge részek meg lettek erősítve, így körülbelül 15-20 évig még ez a híd tud üzemelni, és a közlekedési tárca államtitkára azt mondta, hogy amikor ennek a műszaki tartalma a végéhez közeledik, tehát újból fel kellene újítani, addigra meg lesz az a Tisza híd, ami a Tiszató déli részét köti össze, a keleti és a nyugati partot. Én azt gondolom, hogy addig is nagyon jó szolgálatot tesz ez a híd. És igen, a térségben is nagyon sok beruházás van. Tiszafüreden az új főtér alapkövét tettük le Szijjártó miniszter úrral, és Újvár Imre polgármester úrral. Megújult Tiszafürednek a központja. Hiszen Tiszafürednek igazából város központja nem alakult ki. Most alakul ki egy központi tér, új piaccsarnokkal, orvosi rendelővel. Én azt gondolom, hogy a Tiszató fővárosa mindenképpen büszkélkedhet azzal, hogy egy új központi tere lesz. De nagyon sok beruházás van. A holnapi nap lesz átadva az Abátszalóki tanúszoda, és hát a járóbeteg szakellátás itt Karcagon a kórházban meg fog újulni. Én azt gondolom, hogy hozzá vagyunk már szokva, hogy minden évben a Karcagi Kátai Gábor kórházban valami megújul, valami megszépül, és hát ez a legfontosabb intézmény. Nem csak Karcagon, hanem az egész környéken. Több mint 100 000 ember betegellátásáról gondoskodik, nagyon sok karcagi és környékbeli gyógyul itt, és nagyon sok karcagi és környékbeli dolgozik itt, és fontos az, hogy egy jó minőségű, egy jól felszerelt kórház legyen. Digitális röntgenkészülékeket sikerül beszerezni, a CT van a Karcagi Kátai Gábor kórházban, járóbetegellátás meg fog újulni, a gyermekosztály, a műtők megújultak, a pszichiátria épülete megújult. Én azt gondolom, hogy 21. századi kórház. Amikor én hallom azt, hogy panaszkodnak az egészségügyi ellátásra, akkor mindig az jut eszembe, hogy amikor 50 éves volt a Kátai Gábor kórház, akkor nagyon sokan jöttek ide különböző területekről, Budapestről, a Dunántúlról, a környékről, és a főigazgató asszony bemutatta, hogy milyen is a Kátai Gábor kórház, hogy néz ki, milyen felújítások voltak, és mindenki csodálkozott, hogy itt vidéken van egy egészségügyi gyöngyszem, egy olyan vidéki kórház, amelyik a 21. századi körülményeknek megfelel. Kis újszálláson került átadásra 11 felújított önkormányzati bérlakás. Mit lehet erről tudni? Igen, az önkormányzat pályázott, egy régen orvosi rendelő volt, szükséglakások, egy nagyon leromlott állapotban lévő épület volt, és pályázatot nyújtott be arra, hogy fiataloknak fecskeházat hoz létre. Ez a fecskeház apartmanokból áll, olyan lakásokból, amelyek külön van, fürdőszoba, konyha, hálórész, nappali rész, de van olyan, hogy akár közös konyhával rendelkezik, olyan fiatal párok kaphatják ezt meg, akik vállalják azt, hogy letelepednek, akár gyermeket vállalnak, és 2 évig csak a rezsi költséget kell fizetni. És csak 2 évig lakhatnak be, mert 2 év után pedig akár egy önálló lakásba tudnak majd költözni, akár hitelfelvétel, akár csok lehetőségével. Ez egy indítási fecskeház, ahonnan a fiatalok ki tudnak repülni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. És hát kiszúrszálláson is útfejlesztések vannak. Én azt gondolom, az ipari parkhoz vezető útfejlesztése, azt gondolom, hogy kisújszállás is kezd felzárkózni, újból a térség fontos településévé válik. Én azt gondolom, hogy a Nagykunság mindenképpen nagyot fog erősödni, és már erősödött is a mostani időben. Október 13-án ismét választ Magyarország. Ugye a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztására és a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására fog sor kerülni. A képviselő úr hogyan látja a választás előtti időszakot, a kampányidőszakot, akár a támogatói aláírásgyűjtésről beszélünk, vagy éppen
olyan dolgokról, amik ellenzéki pártbeliek minősítettek, Fidesz-KDNP párt jelölteket. Mit mondhatunk erről, hogyan látjuk ezt az időszakot? Én azt látom, hogy Karcag a nyugalom tengere. Karcagon igazából nincs fokozott választási hangulat, mert vannak olyan települések, ahol az emberek egymásnak estek, ahol a mocskolódó kampány teljesen az egeket veri. Karcagon csak próbálkozások voltak ilyen szinten. Én azt gondolom, hogy a karcagi lakosság látja, és a karcagi ellenzék is látja azt, hogy Karcag városa jó kezekben van. Folyamatosan fejlődik, értékeli a stabilitást, értékelik azt, hogy a városban nyugalom van, csendes, nyugodt és kitartó folyamatos fejlődés. Én azt látom az ellenzék részéről is, hogy utolsó szalmaszálakba való kapaszkodás. Például rácsodálkoztam azon, hogy a Jobbikos országgyűlési képviselő Lukács László György elindult Karcagon polgármester jelöltnek. Ez, mint egy betegségnél a köhögés vagy a láz, ez nagy problémának a jele. Azt jelenti, hogy elfogyott odafent Budapesten a levegő, és próbál akár egy vidéki lábat megfogni, de hát Lukács László György már Molnár Pál képviselő úrtól, önkormányzati képviselő úrtól az önkormányzati körzetbe egyszer kikapott, Dobos László polgármester úrtól már egyszer kikapott, és valószínű, hogy a karcagiak most is Dobos László polgármester úrnak szavaznak bizalmat, hiszen Dobos László polgármester úr már bizonyított. Bizonyította azt, hogy higgadtan, nyugodtan, folyamatos fejlődés irányában tudja tartani Karcagot. Én azt gondolom, hogy erről az útról nem is szabad letérni, és a karcagiak zöme biztos vagyok benne, hogy így is gondolja. Képviselő úr mondja, hogy miért menjenek az emberek szavazni, miért fontos az, hogy ők is bele tudjanak szólni a helyi közösségek sorsának alakulásába. Az önkormányzati választás mindig az legfontosabb választás, hiszen egy Európa parlamenti választás, egy országgyűlési választás a nemzet sors kérdéseiről dönt. De egy önkormányzati választás a helyi sors kérdésekről dönt. Hogy egy település milyen irányba fejlődik, hiszen láthattuk azt, hogy nincs az kőbe vésve, hogy egy településnek folyamatosan fejlődnie kell. Hiszen vannak olyan települések, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt fejlődő, virágzó települések voltak, most pedig a legszegényebb települések közé tartoznak. Az értelmiség, a fiatalok elköltöztek, ott hagyták a települést, egyre szegényebbek, egyre rosszabb egzisztenciájuk költöztek be, a cégek is elmentek. Tehát fontos az, hogy a lakosság vigyázzon a saját településére. Olyan vezetőt válasszon, aki fent tudja tartani a folyamatos fejlődést, folyamatos erősödését a településnek. Én azt gondolom, hogy a mostani fideszes képviselőtestület ilyen. Dobos László polgármester úr meg tudja őrizni azt a térségbeli vezető szerepét Karcagnak, amit az évtizedek óta kivívott. És én azt látom, hogy Karcagot nem véletlenül hívják a Nagykunság fővárosának, ez nem csak egy cím, hanem ez felelősséggel is jár. Hiszen oktatási központ Karcag, közigazgatási központ, egészségügyi központ, és én azt gondolom, hogy ez a központi szerep meg is fog maradni a közeljövőben, de erre vigyázni kell, ez egy nem egy kőbefésett dolog, ezt el tudjuk rontani mi is, akár egy rossz szavazással, vagy úgy, hogy nem megyünk el szavazni, hanem azt mondjuk, hogy úgyis rendben lesz minden, úgyis megnyeri a Fidesz, nem fontos elmenni, be van biztosítva minden, és legrosszabb a kellemetlen és hirtelen meglepetés. Tehát azt mondom, hogy mindenki menjen el szavazni, mondja el a véleményét, húzza be az X-et, és én azt gondolom, hogy Karcag továbbra is jó pályán fog maradni, a fejlődés és a nyugodt kiegyensúlyozott haladás pályáján. Képviselő úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!